Elkészült a Székesfehérvári Albakor Kft. Új üzeme, amelyben a nemes acélok felületkezelésével foglalkozó cég egyedülálló technológia megvalósításával erősíteni tudja Magyarország zöld gazdaságát és az ipar környezettudatosabbá válását. A fejlesztéshez, melynek összköltsége 1,2 milliárd forint, a cég több mint 361 millió forint feltételesen vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a gazdaság fejlesztési és innováció operatív program plusz keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával. Ezzel a telephely fejlesztéssel kapacitás növekedést is, illetve munkahelyteremtést is tudunk létrehozni, és hát ami igazából itt mögöttem a Molinol is látszik, ez a környezet védelmi szempontból való fejlesztés, ez pedig egy új anyagot jelent, amit tulajdonképpen mi hoztuk létre, illetve a mi megbízásunkból készült el ez az anyag, amelyik tulajdonképpen a káros anyag tartalma sokkal kisebb lesz, így környezetbarátabb lesz ahhoz képest, hogy vegyi anyagról van szó. Minden, ami kegyelmünket ad ma. Az új üzemet Spányi Antal megyés püspök áldotta meg. Az 1994-ben alapított családi vállalkozás jelenleg 15 Székesfehérváron és a környékén élő családnak biztosít munkát és megélhetést. Az ünnepélyes avatón a jelképes nemzeti színű szalagot a cég képviselői mellett Spányi Antal és Lenner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere vágta át, aki kiemelte, hogy Székesfehérvár gazdasága és közössége szempontjából is fontos a beruházás, mivel az Albakor Kft. Új technológiai szintre lép azáltal, hogy a környezetvédelmet kiemelt szempontnak tartja. Van egy olyan technológia, amit 30 éve Magyarországon ők indítottak el, és ezáltal egy töretlen fejlődést indítottak el a maguk iparágában. Számos nemzetközi cégnek a bedolgozói, nagyon sok hazai partnerük van, multinacionális cégek partnereik, úgyhogy egy sikeres fehérvári családi vállalkozásról beszélhetünk, és a családi vállalkozások pedig nagyon fontosak a város gazdaságában. A fejlesztés tehát a zöld nemzeti bajnokok, vagyis a zöld gazdaság területén működő mikro, kis és középvállalkozások technológia fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat segítségével valósulhatott meg, az új üzemcsarnok pedig olyan megújuló energiát is felhasznál, amely a környezet tudatos működést segíti elő.